A kóser egy héber szó. Magyarul annyit jelent, hogy alkalmas, megfelelő. A kóser szót a tiszta alapanyagokból készült termékekre használjuk, megbízhatóságot, elsőrangúságot és kiváló minőséget jelöl. Most a kóser termékek közül három nagy csoporttal ismerkedhetnek meg, a borokkal, a delikátesz termékekkel és a kozmetikumokkal. De nyilván majd az is kiderül, hogy mitől lesz kóser az, ami kóser. Függetlenül attól, hogy valaki vallásos vagy nem, az egészség szempontjából mindenképp ajánlott a kóser termékek fogyasztása. Hiszen ezek a termékek nagyon magas minőségi elvárásoknak kell, hogy megfeleljenek. A termékeknél az, hogy kóser, az azt jelenti, hogy folyamatosan egy rabbi felügyeli az adott termék elkészülését, és az a zsidó vallási előírásoknak megfelelően készül. Tehát itt lehet a szó a bor készítéséről, vagy akár a különböző desszertek, illetve kekszeknél a maga az elkészülést folyamatosan felügyelik. Más szempontból gyakorlatilag azt, egy terméknek a tisztaságát, a megbízhatóságát, azt, hogy egy kiemelt figyelemmel magas minőségben készült el, ezáltal gyakorlatilag párhuzamot lehet vonni a bio és a kóser között, tehát ugyanúgy egy kiemelt figyelemmel készül maga a termék. Úgyhogy van egy vallási oldala, illetve van egy minőségi. A vásárlóink tudják azt, hogyha kósert vásárolnak, az biztos, hogy kiemelkedő minőségű és egy nagyon jó terméket fognak az asztalra tenni, vagy éppen használni. Mielőtt beszélnénk néhány kósertermék elkészítéséről, ismerkedjünk meg egy olyan családdal, akik fontosnak érezték, hogy a mesterséges színezékek, tartósítószerek fénykorában közvetlenül Izraelből hozzanak be kósertermékeket Magyarországra. Megismerkedtek Izraelben élő és dolgozó német keresztényekkel, akik kibuc rendszerben élnek. Hitbeli meggyőződésünk Izrael felé fordítottak bennünket, és az egyik alkalommal kint voltunk Izraelben, munkaügyben, és fölvittek a Golán fennsíkra, és a barátaink, az ismerőseink megmutatták az új két gyárukat. Most ez a lekvár főzés és készítés, ez teljesen új volt nekünk, és akkor elmondták a barátaink, hogy arról van szó, hogy azok a farmerek, vagy gazdálkodók, akik nem tudják eladni a gyümölcsöt, azok többnyire el akarnak költözni a Golán fennsíkról. Ugye ez egy eléggé veszélyes zóna vagy terület, és el akarnak költözni. Viszont van egy mondás, és ez minden időben megállja helyét, a föld azé, aki lakja. Béres úr és családja szeretett volna Izraelnek dolgozni és segíteni a termékek eladásában, így indult a kóser termékek forgalmazása. Magánvállalkozásukat 1978-ban alapították. Ami korábban is hasonló, illetve egy kávézó volt, ami alapjában egy teázó kávézó, de hát ott vannak ugye Izraelből származó kóser termékek. Azt meg kell jegyezni, hogy kizárólag csak Izraelből, és kizárólag csak kóser termékeket hozunk. Aki igazi kóser terméket szeretne vásárolni, annak meg kell néznie a csomagolást. Minden terméken fel van tüntetve az adott rabbinátusnak a pecsétje, amit az adott rabbi helyezel a terméken, ezzel is igazolva azt, hogy az ő felügyelete alatt készült egy termék. A rabbi felügyeli tehát az elejétől a legvégéig a munkafolyamatot. A boroknál például nagyon szigorúan veszik magát a borkészítést, hiszen az egy vallási ital is. Fontos az, hogy maguk a borkészítés során csak vallásos zsidók készíthetik magát a bort, illetve megvan az, hogy bizonyos időközönként a földet parlagon kell hagyni, pihentetni kell. Így van egy-egy évjárat, amiben nem készülhet bor az adott szőlőből, ezzel is azzal, hogy pihen a föld, sokkal jobb minőségű bor készülhet a következő évben. A kávék közül igazi különlegességnek számít a datoja kávé. Ehhez datoja magot pörkölnek meg. Régen a Szaharában a hosszú utazások előtt fogyasztották. A kóser teáknál a tealevelek átválogatásától egészen a filterezésig felügyel egy rabbi, de még a kóser kekszeknek is nagyon magas minőségi elvárásoknak kell, hogy megfeleljenek. Vannak kevert olívaolajaink, oregano olajjal, gránátalma magolajjal, illetve omega 369 zsírsavakkal, amik szintén egy különlegességnek számítanak, hiszen az egészséges életmódhoz hozzátartozik. Ugye a gránátalma magolajat azt a mediterrán vidékeken már régóta fogyasztják jótékony hatása miatt, főleg a hölgyek,
illetve az oregano olaj az aromája mellett az antioxidáns tartalma miatt is elismert, valamint az omega-369 zsírsavak azok szintén jótékony hatással vannak a szív- és érrendszerre. És itt kiemelnék egy különleges termékünket, az avokádó olajat, mert csak néhány avokádó olajgyártó van a világon, és az egyik az Izraelben található, ahonnan mi szállítjuk az avokádó olajat, ami étkezési szempontból is nagyon értékes, hiszen tele van E-vitaminnal, illetve különböző jótékony zsírsavakkal, valamint a kozmetikában is használják. Jó néhány kozmetikus használja ezt kezelésekhez, mert az E-vitamin tartalma ápolja a bőrt, és ezt ultrahanggal viszik be a kezelendő felületre. Miközben a kóser termékek Izraelből jönnek Magyarországra, addig a családi vállalkozás is a Szeg üzeméből kerti és étkező bútor garnitúrák mennek Izraelbe. Elvittük ezt a garnitúrát Arielbe, egy hotelba. Ezzel a hotellal már korábbi időben volt kapcsolatunk, vagy van kapcsolatunk, és ott hagytuk ajándékba, és aztán jönnek a zsidók, az ottaniak, és ráülnek erre a garnitúrára, és nagyon sik zsidó ráborul az asztalra, és sírva fakad, hogy nem csak ellenszenv, nem csak antiszemitizmus, nem csak gyűlölet van a világon, hanem van szeretet. Nos, ez kell, hogy motivál bennünket is, motivál, hála Istennek. A béres család mindig előtérbe helyezte a szeretetet és az adományozást. Segíteni a rászorulókon és másokért élni. Működik egy segélyszolgálatuk is Kongóban. Ma már oda fejlődött, hogy van saját iskolánk, van egy lepratelepünk, a világ legnagyobb lepraterepe Kimpesébe, akkor van leprakórházunk, dzsungelkórházunk, árvaházunk, és vannak varodáink. Na most ezt többnyire a család sponzorálja. Most januárban készülök újra ki, és ilyenkor van, amikor másfél tonna, két tonna gyógyszert vásárolunk az ottani kórházaknak, a leprásoknak, a betegeknek.